Jó estét kívánok a sporthíradóból. A labdarúgó MB2 hetedik játéknapján a Cegli DVS a még veretlen éllovas Kisvárda együttesét fogadta. Az első játék részben még csak kevésszer, de szünet után már többször forogtak veszélyben a kapuk. Most nézzük is ezeket a jelentősebb góllal kecsegtető, vagy éppen azzal végződő eseményeket. 23. perc. Brana Lukácsot hozta játékba, akinek lövését Mulsics szögletre mentette. A sarok rúgást Brana végezte el, Izing pedig fejelt néhány centivel a bal sarok mellé. És már is benne a labda. Bizony ez nem a ceglédieken múlott, hogy nem született vendéggól a 24. percben. Vezetés szerzett a Cegléd. Törteli szögletét a Várdai Vári szorításában Szabó továbbította a kapuba. A csatár mozdulata és a védő kihagyása alaposan becsapta a kapust, aki csak nézte a sarokba guruló labdát. És ott a Cegléd vezető gólja szerezte Szabó Viktor. Itt a vendégvédelem hagyott ki. Olyannyira, hogy Szabó lábáról a labda a jobb alsó sarokba került. Tehát a 25. percben Cegléd Kisvárda Szabó góljával 1-0. 39. perc szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak. Törtei állt a labda mögé, a labda a bal sarok felé tartott, de mivel nem volt benne elég erő, így Molnár Farkas védeni tudott. 47. perc. Szilágyi futott el a bal szélen, de amikor már nagy helyzetbe került, hosszan tette maga elé a labdát. Így már nem is lett eredményes a befejezés. 10-es a másik oldalon viszont pontos Lukács. Lukács tartja meg. Mulsics véd óriásit, és nem is engedi ki a labdát. 55. perc. Mulsics bizonyította, hogy jó formában van. 59. perc. Ismét a vasutas kapusa Mulsics bizonyította remek formáját. Arról viszont Virág is tehet, hogy az akció nem végződött góllal. A hátvéd ugyanis az ismétlést a gólvonalról mentette. 62. perc. Gyors, korszerű kontrát vezettek a hazaiak, aminek végén Asztalos Damásdihoz továbbított. A fiatal csatár fölé lőtt. Az esetnél Asztalos megsérült, le is kellett cserélni. 1-0 a vendégcsapat. Lukács, aki az iménti remek lövést eresztette meg a rövid alsó felé, amit Mulsics védett, helyette jön Misics a pályára. 70. perc, a nem sokkal korábban csereként pályára lépő Misics 26 méteres szabadrúgását Mulsics ritkán látható bravúrral ütötte ki a felső sarokból. Misics, hatalmas védés Mulsicstól. Mulsics bravúr a 70. percben. 72. perc, a Kisvárda kitámadott, Albert pedig óriási helyzetbe került. Már csak a kapujából messze kifutó Molnár Farkassal állt szemben. Albert akár a gólvonalig is vezethette volna a labdát, de inkább lőtt. Nem jól tette. 92. perc, Délceg Brana Fodor volt a labda útja, aminek végén a hátvéd lövése a kapuban kötött ki. Segíts be neki! És ott az egyenlítő gól, szerezte Fodor. A labdát a meccsen bravúrt, bravúrra halmozó Mulsics sem tudta védeni. A Kisvárda volt a kezdeményezőbb, a Cegléd ugyanakkor alaposan megszervezte védőjátékát, és nem mondott le a gólszerzés lehetőségéről sem. A kapuk így közel azonos számban forogtak veszélyben. A 72. percben a hazaiak Albert révén kihagyták a mérkőzés legnagyobb helyzetét, így végződhetett a játék a hosszabbításban született vendéggóllal igazságos 1-1-es döntetlenre. És most vette a játékvezető a sípot a szájába, hármat fúj bele, ami azt jelenti, hogy a Cegli DVS Kisvárda mérkőzés 1-1-re végződött. Szabó góljára Fodor válaszolt a hosszabbításban. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! A férfi kézlabda NB1 előrehozott Szeged-Cegléd mérkőzése nyitotta meg az idei szezont.
Az augusztus 30-án rendezett nyitómeccs félidejében 18-10-re vezetett a BL szereplő vendéglátó, a végeredmény pedig Molpik Szeged Ceglédi KKS-e 34-18. A szezon első asztali tenisz ranglista versenyét, mint mindig, a BVSC Szőnyi úti csarnokában rendezték. A megszokott sorrendtől eltérően az ifjúsági versenyszámmal indult, és végül az újonccal lett vége. Ócsai Máté ifjúsági páros eredménye kellemes meglepetés, míg a serdülőben közel voltak a döntőhöz. Egyéniben, serdülőben az érem elvárható eredmény volt. Örömpő Ferenc összevont újonc korcsoportban kiváló játékkal verte székelyudvarhelyi ellenfelét 3-1-re a 8 közé jutásért. Kicsit elfáradt, így a 4 közé már nem sikerült kerülni. A Superinfo CVS-e 3 bronzéremmel zárt Ócsai Máté jóvoltából, illetve Örömpő Ferenc és Tóthin Kristóf is fontos pontokat gyűjtött az újonc korcsoportban. Rövidesen elstartol a női kézlabda NB2 őszi szezonja, a hosszabbítás vendége a Kék Cápák Egyesületi elnöke Pudi Zsolt lesz, addig is köszönöm figyelmüket.